Megújult a Dombóvári Szivárvány óvoda előkertje. Még 2019 őszén kezdődött el az intézmény előtti terület felújítása. Többek között lebontották a kerítést, kiásták az oszlopokat, és járdarendezésre is szükség volt. Továbbá az épület előtt álló idős fákat is ki kellett vágni. Ennek hatására felszabadult itt egy elég nagy terület, és ide mindenképpen szerettünk volna egy díszkertet telepíteni, mert úgy gondoltuk, hogy ha egy szép környezetet létre tudunk hozni, akkor a gyerekek és a szülők is sokkal jobb kedvel fognak reggel érkezni az óvodába. Valamint még arra is gondoltunk, hogy egy szép díszkert a városnak is éke lehet. Hát anyagi forrásaink ugye korlátozottak, úgyhogy az igazi nagy tereprendezés egy kicsit váratott magára, és akkor akadtunk rá egy kreatív műhely pályázatára tavaly ősszel, ahol pont a nyeremény egy díszkertnek a telepítése volt. Nagyon megörültünk neki, mert a pályázatban is a fenntarthatóságot és a közösségi összefogást helyezték előtérbe, és ezek számunkra is nagyon fontos értékek, mivel az intézmény egy örökös zöld óvoda, és zöld óvoda bázis intézmény, úgyhogy az óvodai nevelés teljes egészét átszövi a fenntarthatóságra való nevelés és a környezetvédelmi nevelés. A szülőknek is nagy köszönettel tartozunk, mert ez a pályázat úgy zajlott le, hogy a közösségi oldalon kellett szavazatokat gyűjteni, és nagyon nagy összefogásra volt ahhoz szükség, hogy mi a szerencsés nyertesek közé kerülhessünk. És amikor megnyertük a pályázatot, akkor rögtön elkezdődött a munka Amrein Tamásné Miskolci Boglárkával. Bogival közösen terveztük meg a kertet. Hát arra nagyon kellett figyelnünk, ugye, hogy mivel közvetlen gyermekkörnyezetről van szó, hogy mérgező növény, balesetveszélyes növény, például szúrónövény ne kerüljön a kertbe, és azt is nagyon szerettük volna, hogy a pillangók, a madarak szívesen vendégeskedjenek nálunk. Bogival szerintem egy nagyon szép kertet sikerült megterveznünk. A Lélegzőliget pályázat és programsorozat célja a közösség és a természet békés együttélése. Szeretnénk olyan közösségi programokat megvalósítani, amelyben az emberek közösen tesznek együtt a természetért, egy élhetőbb holnapért, ahol generációk fognak össze, dolgoznak együtt jó célok érdekében, és a pályázatunkat is erre alapoztuk, olyan közösségek jelentkezését vártuk, akik vállalják azt, hogy összefogva közös erővel és közös munkával megmutatják a fiatalabb korosztálynak azt, hogy mennyire fontos az életünkben a természet, és mennyire fontos az, hogy tegyünk azért, hogy egy élhető környezetben élhessünk. És ezen a pályázaton nyert a Dombóvári Szivárványóvoda, és a pályázat során már a közönség szavazás alatt is látszódott, hogy egy nagyon összetartó közösség lesz nyertes ezen a pályázaton, hiszen hihetetlenül jó volt látni azt az összefogást, és azt a nagyon sok pozitív bíztatást, amit a dombóvári közösség kapott a közönség szavazásunkon. A nyertes pályázatot pedig közösen terveztük meg az intézmény vezetésével és dolgozóival, egy terepbejárás alkalmával közösen beszéltük meg, hogy mik azok a növények, amiket ők szívesen látnának, és mi az a környezet, amiben a gyerekek a legjobban éreznék magukat. Az ültetés során a lehető legváltozatosabb növényképet szerettük volna idehozni az óvoda bejárata elé, ezért nem csak fűszer és gyógynövényeket ültettünk, hanem olyan növényeket is, amelyek például télen a madaraknak eleségül szolgálhatnak, olyan növényeket, amik a legkülönböző időpontokban virágoznak, és ezzel elkápráztatják az ide érkező gyermekeket és szüleiket. És az volt a cél, hogy egy olyan környezetet tudjunk kialakítani, amelyben a gyerekek örömmel dolgoznak, és veszik ki a részüket aktívan abban, hogy egy igazán-igazán szép környezet fogadja őket és a családjukat, amikor ide érkeznek, ezáltal pedig reményeink szerint haza is viszik mindazt, amit itt tapasztaltak, és otthon is egyre többet fognak tenni azért, hogy tényleg egy sokkal zöldebb, egy sokkal fenntarthatóbb és egy sokkal élhető holnapban tudják ők is majd a jövőjüket élni. Az óvoda vezető azt mondja, szerették volna közösségi programként megvalósítani a kertépítést, azonban a pandémia miatt erre nem kerülhetett sor. Az ültetés időpontját is többször kellett elhalasztaniuk. Bogi segítségével, irányításával, a kollégákkal összefogva valósítottuk meg az építést, és több mint 150 növény került így kitelepítésre.